Bizony szép volt, és nem csak az eredmény. De nézzük sorjában. Az FC 60 csapata a hétvégén a Maklár gárdáját fogadta. Az esélylatolgatások küzdelmes mérkőzést ígértek, de szerencsére ebből semmi sem lett. Valódi küzdelemről inkább csak az első fél időben beszélhetünk, de ezzel a góllal már ekkor is vezetést szerzett a hazai csapat. A szögletet Fehér Kristóf végezte el, a labda jól kanyarodott középre, és az érkező Nagy Tamás a védőket megelőzve közelről csúsztatott a hálóba. A második fél időben pedig egyszerűen állva hagytuk a maklárjakat. Ezt akár szó szerint is lehet érteni, hiszen sokszor állva figyelték, hogy a 60-i pontrúgások után hogyan kerül háromszor is a hálójukba a labda. A lesre játszó védők közül kiugró Kovács Tamás nagyon jól játszotta középre a labdát, és a kitűnően érkező Besser Máténak nem volt nehéz dolga, közelről lőhetett a kapuba. A harmadik góllal végleg eldőlt a mérkőzés. Jól figyeljenek, szépségdíjas gól következik. Ismét Fehér Kristóf ível be egy szögletet, amelyet a védők még üggyel bajjal elfejelnek, ám röviden. A labdára lecsapott Tari Szabolcs, aki a kapunak háttalálva az egyetlen lehetséges megoldást választotta. Ollózva küldte kapura a labdát. Védhetetlen és csodaszép gól volt, amely szemmel láthatóan teljesen demoralizálta a maklárjakat. Érdemes tehát még egyszer megnézni. Az első fél időben az első gólnál megelőlegeztem ezt a gólt. A végeredményt, amely a szinte megalázó különbségű győzelmet jelentette, Nagy Tamás állította be, mint egy keretbe foglalva a szép 60-i diadalt. Csak úgy, mint az első gólunknál, Fehér Kristóf baloldali szögletére menetrendszerűen érkezett, és ismét védhetetlenül fejelt a maklári kapuba. A szakvezető Győri Zoltán visszafogottan ugyan, de látható örömmel értékelte a szépen kivívott győzelmet. Elég kellemetlen volt az időjárás, de azt gondolom, hogy ez a 4-0 magáért beszél. Végig kézbe tartottuk a mérkőzést, tehát nem féletett egy percig se kétség ahhoz, hogy megszerezzük a 3 pontot. Úgyhogy gratulálok mindenkinek. Azt gondolom, hogy rúgtunk 16 gólt az elmúlt 4 mérkőzésen, és egyet sem kaptunk. Nagyon igazán a Tarnales ellen forgott veszélyben a kapunk kétszer az első fél időben, de azon kívül nagyon stabilan védekeztünk, illetve az egész csapat stabilan védekezett, illetve átrúgtunk 16 gólt, ami a magáért beszél, úgyhogy én elégedett vagyok mindenkivel. Jövő héten fogadjuk a Halászt, én megnéztem őket a múlt héten Nova ellen. Én azt gondolom, hogyha ilyen játékot produkálunk, mint amit a mai napon, akkor azt a mérkőzést is simán tudjuk hozni. Csapatunk jelenleg már a második helyen áll a bajnokságban, 6 ponttal lemaradva a listavezetőtől, de úgy, hogy a mieink egy meccsel kevesebbet játszottak. Éppen ezért a sorsdöntő mérkőzés most szombaton következik, ugyanis a bajnoki tabellát vezető Gyöngyös Halászt fogadja az FC 60. Egy győzelemmel a feljutás reális esélye is felcsillanna, fontos tehát, hogy minél többen bíztassák csapatunkat szombaton 17 órától a Népkertben. Bízunk benne, hogy az a meccs is így zárul majd. Hey, one, two!